Brutálisan elszálltak az építőipari árak, ezért Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette a napokban, hogy intézkedésekre van szükség, és a kormány a következő hetekben tárgyalni is fog erről. Ugyanis szerinte elfogadhatatlan az, hogy a felújítási állami támogatást rögtön át is szivattyúzzák az emberektől az építőipari alapanyagokat gyártó cégekhez, így fogalmazott. Vendégünk a témában és vonalban van Pallagi Gyula, az építőfa és építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, hát mi laikusként fogalmunk sincs, hogy miről van szó, csupán azt tapasztaljuk, hogy tényleg egyre drágább az építkezés, egyre drágábbak az építkezési alapanyagok. Mi történik? Minek tudható be ez az óriási drágulás? Ennek több oka is van. Ugye mindenkit fontos azt tudni, hogy az építőanyagoknak a nagy részét nem Magyarországon gyártják, tehát ezeket importáljuk. És mint minden ilyen esetben, ugye a világpiaci árnak ki van téve Magyarország. Igen. És tehát itt leginkább ez okozza a növekedést, ahol hatalmas nagy növekedés volt, tehát több mint duplájára nőtt a fának az ára. Mindenfajta fa terméknek. Azt tudjuk, hogy konkrétan például, ha már a fát említi, annak miért nő az ára? Igaz, hogy az Egyesült Államok és Kanada között van egy konfliktus, és amiatt? Ez is benne van. Tehát van egy USA-Kanada, van egy USA-Kína, és eléggé megnőtt a kereset egyébként is a faipari termékek iránt, és ezek a nagyobb országok felvásárolták itt a környékből a fákat, ezáltal Magyarországra drágábban jut el. Na most a laikus magyar ember, kisember azt mondaná, hogy no de könyörgöm, hát itthon is van elég fa, hát nem tudjuk megoldani? Nem, hazánkban mindig is kevés volt a faipari termékeknek a gyártása, tehát mi mindig is importáltunk északról, Szlovákia, Lengyelország, Olaszország. Románia, tehát ennek ez mindig is így működött. Értem, és ezen azért lehetne javítani, nem vagy változtatni esetleg? Hát ez nem olyan egyik napról a másikra. Nyilván a hazai árak és a világpiaci árakkal együtt mozognak, és ugye emellett még volt az elmúlt 2-3 évben egy erőteljes forintgyengülés az euróhoz képest. Tehát itt ezek is most realizálódnak ennek a hatása, ami még plusz rátesz erre a dologra. De én azt gondolom, hogy ezek a hektikus kilengések, ezek majd kiegyenlítik egymást. Tehát a szakértők szerint évvégére normalizálódni fog a helyzet, tehát csökkenni fog az ár, de szerintem biztos, hogy magasabb lesz, mint mondjuk januárban volt. Tehát, hogy azért olyan alacsony szintre ön szerint nem várható, hogy visszaessenek az árak? Rövid távon biztos nem. Hosszú távon mi lesz, azt nehéz megmondani. Most, amit említett ez a Kanada, USA-Kanada féle ilyen kereskedelmi vita, hogy abból lesz megegyezés, most ezt itthonról, ez nehéz előre jósolni. Szerintem valószínűleg lesz majd. De hogy mikor, meg milyen szinten, azt nem tudjuk, persze. Most kiragadtunk egy konkrét példát, ugye a fát, de mondjuk itt is azt olvastam, hogy állítólag több mint 100%-os, vagy több mint 100%-os. Hát ez azért brutális, szóval, hogy ez indokolt az ilyen szintű áremelkedés? Több mint duplájára emelkedett. Hát, hogy mi indokolt, mi nem indokolt, ennyire adják. Tehát nehéz erre mit mondani, ha az ember elmegy egy tüzépre, akkor ennyi az ára. Most vagy megveszi, vagy nem veszi meg. Ugye ez a választás. Igen, nyilván nem akarok végigmenni az összes építő anyagon, nem is értek hozzá, de még amiről ugye itt lehetett olvasni, ugye itt van az acél, vas, igen. Na most ezekkel mi a helyzet? Hasonló. Ugyanígy van egy nagy méretű kereslet, világpiaci kereslet, kereskedelmi problémák, és akkor ez okozza itt az áremelkedést. Tehát, hogy arról is lehetett olvasni, hogy leálltak ugye gyárak a pandémia alatt, és akkor akár ez is bekavarhatott, hogy nem volt akkor a gyártási kapacitás, és most hirtelen megugrott a kereslet, és azt nem tudják kiszolgálni? Ez nyilván benne van, tehát több gyárt is leállítottak, vagy azt mondják, hogy most korszerűsítik, átalakítják, mert úgy sincsen gyártási lehetőség, tehát sok országban azért Magyarországtól eltérően le kell tárni az üzemeknek, tehát záratot rendeltek el. És akkor
leállt a termelés, és nyilván ez egy problémát okoz. Ugyanakkor az igények nem csökkentek, nagyon sokan, akik home office-ba voltak, elkezdtek éppen barkácsolni, vagy igen, rájöttek, hogy ezt meg azt javítani kéne. Felújítani akkor, akartunk hirtelen. Így van, így van. Itthon pedig ugye elkezdett ez a felújítási dolog, de mivel világpiaci dolgok, tehát nem Magyarország mozgatja azért a világpiacot, nem ez a 3 milliós dolog van mögötte, ez a 6 milliós felújítási lehetőség, amiből ennek 50%-át vissza lehet igényelni az államtól. Ez inkább itthon a munkabéreknél jelentkezik. Tehát ott jelentkezik egy emelkedés, uh-huh, mivel több munka van, uh-huh, de jobban lehet válogatni, kevesebb a kapacitás, az igazán jó szakemberek többet kérhetnek el a munkájukra. Tehát azt mondja, hogy az állami támogatásnak árfelhajtó hatása a munkabérnél jelentkezik, önmagában az építőipari anyagoknál, meg a kivitelezésnél más szempontból nem. Hát lehet, hogy belejátszik, hát minden a kereset-kínálat vonalon mozog. Tehát ez a állami támogatás nyilván ugyanúgy, mint ahogy a csok is, a hazai keresletet emeli. Uh-huh. És ha de nő a kereslet, nőnek az ára. Így van, de ugyanakkor a világpiacon ez egy csepp a tengerbe, és itt egy nagyobb hatások mozgatják, hogyha ezek a hatások mind egy irányba mozognak, akkor egymást erősítik és növelik. Így uh-huh, lehetett ez most is, hogy tényleg nagyon megdrágult mind a építőanyag ár, mind uh-huh, pedig a kivitelezés is. Uh-huh. És mi a helyzet a szigetelő anyagokkal? Ugye arról is írták, hogy azért olyan, mintha indokolatlanul megemelkedtek volna. Hát itt is volt például volt egy nagy tűzeset, egy nagy szigetelő anyaggyárba, a kapacitások emiatt ugye leálltak, vagy szűkössé váltak. És én úgy gondolom, hogy az idei évben van egy fajta szűk kapacitás, amit így ami magasabb árat von maga után. Uh-huh. Én itt azt gondolom, hogy évvégére, jövő évre itt rendeződhetnek az árak. Konszolidálódik a helyzet. Egyébként ezt lehetett előre látni? Önök ezt már látták akár a tavalyi évben, hogy ebből azért egy nagy árrobbanás lesz? Hát lehetett ezt már sejteni, persze utólag mindig könnyű okosnak lenni, de már voltak erre intőjelek. Uh-huh. Ugye évelejétől volt egy 20%-os emelkedés, de már akkor is mondták, voltak olyan hangok, akik mondták, hogy na majd év végére meg is duplázódhatnak az építőanyag árak. Uh-huh. Valakinek azt mondja, hogy ez csak egy ideiglenes dolog lesz, és akkor év végére rendeződnek az árak. Nyilvánvaló, hogy akinek most kell, igen, az rosszul jött. Az rosszul jár. És ugye pont emiatt a támogatás miatt nem lehet az, hogy azt mondom, na majd akkor 3 évben megcsinálom, mert ugye gondolom, ennek is van egy határideje, és akkor most várunk még, akkor mi lesz? Akkor még följebb ennek az árak, vagy visszacsúsznak? Igen. Ez is érdekes kérdés. Nehéz ebbe tanácsot adni. Én azt gondolom, hogy aki készen áll a felújításra, és van megfelelő szakembere, akkor a szerződjön le írásban, uh-huh, hogy így biztosítsa magának a kapacitást, a munkaerődben, és akkor vágjon bele most. Tehát uh-huh. Én ezt javaslom, mert ki tudja, mi lesz, tehát valószínűleg vissza fognak állni az árak, de akkor meg lehet, hogy pont a munkaerő fog hiány szenvedni. Most egyébként nincs nagy munkaerő hiány? Dehogy nem. Most is, ugye? Tehát nehéz azért továbbra is jó szakembert találni, évek óta ezt hallani. Hát ennek több oka is van. Egyrészt nagyon sok igazán jó szakemberünk, aki még a régi rendszerbe kezdte, tanulta a szakmát, már nyugdíjba ment, nem dolgozik. Uh-huh. Sokan azért külföldre mentek, külföldön vállalnak munkát, ott azért nyugaton jóval többet lehet keresni. És évek óta probléma, és így a vészharangot kongatjuk több másik szervezettel együtt, hogy nem megfelelő a szakmai utánpótlás, sem mennyiségében, sem minőségében. Uh-huh, uh-huh. Igen. Még ugye itt az áremelkedés kapcsán felröppentek olyan hangok is, hogy egyesek tisztességtelen kereskedelmet emlegetnek, tehát hogy sokan meglovagolják ezt az áremelkedési hullámot, és próbálják a profitjukat még inkább maximalizálni. Ön szerint ez valós? Tehát ez is jelen van a piacon? Igen, hallottam róla. A gazdasági versenyt úgy tudom, hogy vizsgálódik. Igen.
magyarországi gyártóknál. Én ebben nem akarok prejudikálni, nem is tudom megmondani, hogy így van-e vagy nem. De azért, azt, mint mondtam az elején a beszélgetésünknek, azért nagyon az építő, egy ház felépítésére szükséges anyagoknak a nagy része nem Magyarországon gyártódik. Tehát most itt azért van egy-két termék, amit Magyarországon gyártanak, itt voltak ilyen pletykák, vagy vizsgálatok folynak, majd kiderül, hogy mi lesz az eredménye. De például a fa, vas, acél, ez nem a magyarországi gyártóknak a karterezésének a gyakorlatától mentek fel. Igen, ezt talán el is ismerik azok is, akik azt mondják, hogy itt azért vannak visszaélések is, de ugye mivel olyan szinten mindennek emelkedik az ára, hogy ezt valahogy meg kell fékezni, nem? Hát csak ugyan tudják megfékezni, vagy milyen megfékezésre gondolnak. Nyilván ugye most kapásból az ember egy dolgot tud mondani, hogy bizonyos termékeként csökkentik az áfa tartalmát. Tehát azzal lehet árat csökkenteni ideig, óráig. Kérdés az, hogy azt mennyire fogja például lenyelni a gyártó vagy a kereskedő, mert láttunk már ilyet azért, és akár csak a lakásokat említve például, vagy ne szaladjunk messze az építőiparba. Ezt hogyan lehet ellenőrizni? Nagyon nehezen. Tehát más eszköz, meg nem, én nem tudom, hogy milyen, hogy mire gondolt a miniszterelnök. Igen, hát ugye még arról írtak, hogy lehet, hogy korlátozzák ugye az exportot. Ez nem tudom, ön szerint ez mennyire jelentene megoldást, vagy mennyire kivitelezhető? Hát minden kivitelezhető, csak hogyha így is importra szorulunk, akkor az export korlátozásával nem sokra megyünk. De valamennyit biztos exportálunk, és én nem vagyok képben így az arányokat tekintve, hogy akkor ez mekkora könnyebbséget, mennyiséget jelentene, tehát mennyivel több fa, illetve bármi más, vagy fogalmam sincs, milyen építőanyagot szoktunk külföldre exportálni, tehát hogy ez mekkora segítség lehet vajon a hazai építkezések. Hát ezt így meg kéne nézni elbontott termékekre, most nem akarok ebbe állásfoglalni, mert nincsenek előttem a számok, de szerintem nem ez a megoldás. Mit tartana ön egyébként egy épkézláb elfogadható megoldásnak? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Tehát mit lehet csinálni? Nem is nagyon fogok tudni erre válaszolni. A világpiac olyan, mint egy hajónak a szél, hogyha fúj, akkor használjuk ki, hogyha szembe fúj, akkor próbálj meg lavírozni valahogy. Igazából ilyen kis országban nehéz ellene tenni. Mert hogy olyan szinten kiszolgáltatva vagyunk. Igazából én azt gondolom, hogy ilyen kiszámíthatóbb háttér, gazdasági háttér lenne, és mondjuk jobban támogatnánk azt, hogy minél több fiatal menjen a szakképzésbe, akkor lehetne egy stabil árat kialakítani. Mert nem az a baj, tehát itt sem az a gond, hogy most valami olcsó vagy drága, hanem az, hogy ilyen hirtelen változott meg az ár fölfelé. Igen. Csak ez senkinek nem jó, gondolom, tehát hogy ez most senkinek nem fog jót tenni, mert azért sokan biztos beijednek, nem vágnak bele a lakásfelújításba vagy építkezésbe, ez visszamondanak esetleg szerződéseket, megrendeléseket, tehát hogy semmelyik fél azért ebből nem fog olyan szinten jól járni, nem? Nyilván a megrendelő részéről át kell gondolni a dolgokat, hogy hogyan fér bele a költségvetésbe, ugye új költségvetéseket csinálni, aki mondjuk januárban, februárban csinált egy költségvetést, egy átalakításra vagy felújításra, annak újra elő kell venni a papírcellulát, ezt újra átszámolni, hogy most valósak-e azok a számok, amivel ő kalkulált, valószínűleg nem lesznek már valósak. Hát ez az, és plusz súlyos milliókkal kell azért itt kalkulálni. Így van, azért is mondtam, hogyha előre megállapodunk, beszerződünk, és ott le van írva, hogy mit vállal, ki mit vállal, ki hogy teljesít időre, akkor az egy nagy segítség lehet. És egyébként az mennyire jellemző most a piacon, hogy maga a kivitelező mondja vissza, hogy a leszerződött áron ő ezt már nem tudja vállalni. Ilyen van? Hát ilyen volt korábban is. Tehát amikor a lakások így, hát volt ebből több hír is, hogy ugye valaki leszerződött lakásra, és amint elkezdtek
fölfele menni az ingatlanárak, akkor rögtön visszalépett, hogy azt mondja, nem adom el ennyiért, mert ez 20%-a többet is el lehetne adni azonnal a piacon, tehát ilyenek voltak. Előfordul, inkább olyat tudok én többen, hogy valakivel mondjuk megegyezünk, hogy megcsinálja kisipari munkába, kisméretbe, és akkor kap egy olyat, ami nagyobb volumen, uh-huh. és akkor levonulnak, mert inkább a nagyobbra mennek, a nagyobb munkára uh-huh. mennek. Uh-huh. Igen. De leginkább akkor gond, hogyha nincsen csak egy szóbeli megegyezés, és akkor ott van. Hát akkor ott lehet veszekedni, igen. Így van, és az hiába van nekem igazam, hogyha nem tudom használni a lakásomat, házamat úgy, mert éppen félkész állapotban maradt, akkor ez a sok kellemetlenséget szül, és, igen. és az, hogy igazam van, az nem kártótól azért. Így se egyszerű kérdés, az építkezés, felújítás, most azért tényleg nem jött jól annyira, hogy így elszálltak az árak, de akkor ön azt tanácsolja végül is, akik most ilyen építkezésekben, felújításokban gondolkoznak, hogy azért ne ijedjünk meg, számoljuk újra a dolgokat. Számoljunk újra, próbáljunk meg szerződni kivitelezőkkel, megbízható emberekkel, akik leinformálhatók, tudnak szerződést kötni, tehát egyáltalán van adószámuk, például az nem egy utolsó dolog, mint vállalkozás, és... Lehet találni egyébként normális időn belül jó minőségű kivitelezőket, szakembereket? Hát nem mindenhol. Uh-huh. Tehát nehéz, utána kell járni. Én azt mondom, hogy ilyen kis valóban munkákról beszélünk, hát ez ugye idézőjelben a kis volumen, meg mondjuk egy 3 millió forint azért nem biztos, hogy mindenkinek kis volumen, aki... Igen. Uh-huh. Tehát egy családi kasszának. Uh-huh. Tehát érdemes leinformálható embereket keresni, akinek van referenciája, mondjuk ismerősi körbe, vagy úgy, mert az a baj, hogy kevés az igazán jó szakember, van, aki mondjuk elvállal minden, de nem ért úgy hozzá, uh-huh. vagy nem olyan, lehet, hogy most kezdi a szakmát, és akkor még ez még nem egy tökéletes munkavégzés, amit ő tud csinálni. Igen, hát mellé lehet fogni. Igen, biztos megoldható, a hallgatók is tudnának mesélni. Igen. Persze nagyon sok ilyen történet van, Facebookon különböző csoportokban ezt lehet olvasni, pro és kontra, van, aki fölrak, hogy milyen szépen dolgozunk, ilyenek is vannak, ilyen csoportok vannak, ahol pedig ott vannak, üreggyűjtik, hogy micsoda megmesterek dolgoznak az építőiparban. Igen. Hát köszönjük, hogy elmondta mindezt, aztán reménykedünk, hogy tényleg úgy lesz, ahogy prognosztizálta, tehát, hogy konszolidálódni fog a helyzet. Sok sikert kívánunk, minden jót. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra.